Hosszú útra megyek, hosszú út porából köpönyeget veszek. Az 1912-ben Kodály Zoltán gyűjtötte magyar népdal első két sorával köszöntöm kedves vendégeinket, tanárainkat és a végzős 12. évfolyamot iskolánk ballagási ünnepségén. A kedves szavak lehetnek rövidek és könnyen kimondhatók, de vízhangjuk a szíveinkben végtelenként csengnek majd. Az est folyamán elhangzó versek Fernando Pessoa portugál költőművei, melyeket a 11. évfolyam diákjai tolmácsolásában hallhatnak. Az alvás és az álom. Az alvás és az álom én és önmagam között. Végtelen, meg nem állón egy folyó hömpölyög. Más tájakon kanyargott, messze kalandozó, öntözve mind a partot, mit jár minden folyó. Elért ehhez a házhoz, amely ma én vagyok. Itt jár, míg elmélázok, s volt, nincs, ha ocsúdok. S ki él lennék, s ki meghal abban, mi összeköt magammal. Ott mereng, hol e folyó hömpölyög. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Vörös Sándor a teljesség felé versének soraival köszöntöm a megjelent tisztelt szülőket, vendégeket. Kedves ballagó fiatalok! A hosszú évek alatt sok ismeretet, szabályt, okosságot szerettünk volna megtanítani nektek. Úgy érzem, hogy ez sikerült is. Minden évben az érettségi után kollégáimmal azt gondoljuk, hogy most ez a csúcs, és nem lesz több ilyen kiváló osztálymunkánk során. Aztán néhány hónap múlva rájövünk, újból értéket kaptunk. És ahogy az érettségi közeleg és jönnek az eredmények, egy újabb csúcspontja lesz életünknek. Veletek is így van. Így gondolunk rátok, az életünk csúcspontjai vagytok, és ilyen sikeres évünk nem lesz még egy. Feleljetek meg ennek a várakozásnak. Ez nagy felelősség, amit hordoztok. Minden szerető ember, aki körülvesz titeket, támogat, számít rátok. Annyit kell adnotok csak, amennyit kaptatok. Amennyi tehetséget a Jóisten belétek álmodott, és amennyit a szüleitek, tanáraitok segítségével ki tudtatok bontani. Tisztelt végzős diákjaink! Sokatokat foglalkoztat a jövő. Aki ismeri a tériszony érzését, azt meg is rémíti a jövőbe tekintés. De az emberi lét alapja a tervezés, a józan tervezés, amit az álmainkból a világosan látható realitás és tapasztalati tények alapján fogalmazunk meg. Milyen ember leszek? Milyen ember lehetek? Az embert az alkotói folyamat teszi emberré. Ez az alkotás határozza meg a kultúrát, és alapozza meg a fejlődést. Az anyagot megformáljuk, különleges tárgyá alakítjuk, ennek egyik legjobb alapanyaga a fémek. Olyannyira, hogy a történelmi korszakokat is a fémmegmunkálás technológiai fejlődéshez igazítva neveztük el. Hogyan lesz a kőből, kőzetből fémtárgy? Egy kis kémia. A kövek között fel kell tudni fedeznünk az ércet. A sok meddő kőzetből kiválogatjuk a fémeket vegyület formájában tartalmazó darabokat, és hevítés során fémoxidokká alakítjuk. Ez egy radikális eljárás, magas hőmérsékleten zajlik, de nélkülözhetetlen a várt eredmény elérése céljából. Ezután jön a redukció. És így nyerjük ki a színtiszta aranyat, ezüstöt, vasat, alumíniumot. Amelyeket már tetszőlegesen tudunk ötvözni, formálni, hogy mindegyik betöltse rendeltetését, talán kulcsként, kalapácsként
vagy ékszerként. Így vagyunk az emberekkel. 8 évvel ezelőtt mi is ércekért kutattunk a kövek között. Aztán jött a nevelés felemelő, formáló folyamata, és most már ötvözhető, formálható, csillogó fiatalokká értetek, akik beteljesítetik hivatásukat. Barátaim, egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattam a föld, fölöttem az ég, benned a létra. A Prohászkában a ballagás mindig a plébánia templomból indul. Néhány száz lépésre van csupán a templom, de hogy most ballagtunk, sok-sok gondolat és új cipő hosszúvá tette ezt az utat. Belefér az egész élet. Minden utunk alfája és omegája, kezdete és vége az oltári szentség. Innen indulunk a keresztség újjászületésében, és ide térünk vissza életünk során, és végül itt nyugszunk meg. A templom és az iskola közösségünk alappillérei. Ezek megtartása, erősítése, védelme mindannyiunk feladata. Erősítsétek ezt a köteléket, legyetek a társadalom kovásza, összetartó ereje. Néri Szent Fülöp után szabadon kívánom nektek, legyetek jók, ha tudtok, és tegyetek jót, mert tudtok. A szerencsesigetek. Mi hangot csodor a hullám, nem a tenger ez. Hozzánk szól valaki benne, de ha fülünk rá figyelne, mert figyeltük, néma lesz. Csak amikor félig alva, halljuk úgy, hogy meg se halljuk, akkor int felénk reményt, hogy alvó gyermekeként mosolyogjunk, amíg alszunk. A szerencsesigeteknek sehol sincsen földjelz, hol a király vár örömmel, de ha ébredsz, csak a tenger zajdul, nincs más, semmi lesz. Némo szüné percei, avagy a létösszegzés jelentősége egy 2011-19-es műben. Ránéztem a versre, és minden eszembe jutott. Remélem, ez nem egy kivételes alkalom. Szinte látom magam előtt a belefoglalt képeket, annyira valóságosak. Egyfajta létösszegzés, mindössze 8 verszakban, 30-nál is több lírai én keze által összeszőve. Elemzésemben be fogom bizonyítani a mű sokszínűségét, és kiemelni azokat az indokolatlan epizódokat, melyek azt változatossá tették. Végén egy saját, rövidke allegóriát szeretnék megfogalmazni a búcsú toposzának jegyében. A darab nem hétköznapi, műnem és műfajkeveredés szabályos halmaza. Találunk benne balladai jelleget, tragédia dalban elbeszélve, lásd a teaház kigyulladása, vagy a termet díszítő növények sanyarú sorsa. Jellemzőre a tragikus értékszerkezet. Az egyik értéknek el kell vesznie ahhoz, hogy a másik fennmaradhasson. A fizikai jegyek rendszerinti feláldozása a többi jegy, de leginkább egyéni érdekek javára. A komédiák értékhiányának tudható be a köpenyek véletlen elvesztésének nem kevésszer visszatérő motívuma. Az ebédkártyák alkalmankénti hiánya azonban az előbbinél sokkal mélyebb seveket ejtett. Eposz, hősköltemény, középpontjában egy egész közösség életét befolyásoló esemény, ilyen például a hadjárat a keresztesi kupa megszerzéséért, szoros összefogás, a győzelem diadala, vagy vegyük például a láncfűrész általi szabadulás esetét a tanterem fogságából a régmúltból. Az eposz műfajára asszociálhatunk, még ha számba vesszük a felfelbukkanó eposzi kellékeket. Minden év februárjában a késleltetés eszközével való operálás a farsangi felkészülések során. Állandó eposzi jelzők kísérik végig a történet szereplőit. Mocsár, üres könyvespolc, tátogó halak, szép cicák, ezek valóban beszélő nevek. Sorolhatnám még, de úgy érzem, muszáj hangsúlyoznom az uralkodó műfajt. Szinte szüntelenül a vágyott világ és a valóság közti áthidalhatatlanságon kesergő, splinnel áthitatott eléggé kódában telt az élet. Mindenképpen ki kell térnem szerkezetére is. Szabályosnak mondható felépítése a verszakok közepén és utolsó soraiban felborul. Anzsambamanok és Adira jellemző féri megteszik zaklatottabbá, feszültebbé a hangulatot. Elengedhetetlen, hogy a megjelenő stílusirányzatokat is megemlítsem. Szimbolizmus uralkodik a tyúkudvarban, a népiesség egyében zajlik a központi fontosságú kolbászfesztivál. Ez felező 8-asban a legősibb magyar sorfajtában íródott. Szimbolikus jelentőséggel bíró helyszínek a Pannonhalma és a Ráckevei stég. Zsolt, az 5. evangélista könyvének parafrázisa jelenik meg itt a hal Piscis motivumával és a mélytartalmú beszélgetésekkel összefüggésben.
Továbbiakban szeretnék kibontani egy-két meghatározó epizódot. Az epizódok, mint tudjuk, olyan apró jelenetek, melyek szerepe, hogy színesítsék a történetet, és bár elvileg hiányukban is megállná a helyét az események sora, teljesen hogy sem lenne a kép. Így tehát megemlítem Johnny az asztallap megszemélyesítésének epizódját, vagy éppen az ikonikus kérdést, merről Görcsbe rándult gyomorral várják sokan, hogy kiderüljön, csak költői volt. Ez azonban vágyálom marad. Ki az a Bence? Mai napig nyitott, megválaszolandó kérdés. A jelen visszásságaiból két helyre menekül a líraién. Az orosz kultúra és a tervgazdaság szabályos rendezettségébe, és vissza a természetbe. A közvetlen élettérbe bukolikus hatásként sorról sorra egyre inkább begyűrűzik a természet, egyre több növény jelenik meg. Rousseau filozófiája mindent áthat. Az ember csak természeti állapotában szabad. A kétségbeesett próbálkozások azonban nem járnak sikerrel, továbbra sem érzi magát szabadnak senki. A két látszólag teljesen különböző megoldás azonban nem véletlen, eszmei kapocs van köztük. Mindkettő lényege a magántulajdon elvetése. Ami az iskoláé, az a miénk is, vagy nem? Minden esetre ez egy filozófiailag megalapozott cselekedet. Hogy maradjunk a filozófia terén, a hedonizmus is felüti fejét a hatalmas közös lakomák során. Bergson időszemléletéhez elérve pedig, szubjektív idő a versen belül teljesen más, mint az objektív verseny kívüli, egyenletesen haladó. A személyes idő érzékelése a tanórák alatt és a végső megmérettetés előtti néhány hétben erős kontrasztot mutat. A nyolcadik verszak vége az érettségi. Dance macabre, haláltánc. Mindig korszakhatárt jelöl. Valami lezárul, valami elkezdődik. Ezek a percek némus színé percei. Ő ugyanis az emlékezés istennője. Az utolsó sorokat romantikus érzelemközpontúság jellemzi. A jövő más lesz, ez biztos. És bár még nincs megírva, én azt hiszem, néhol át fogja hatni az idő és értékszembesítés. Dicső múlt, sivár jelen. Lesz, mikor emlékezünk, s visszavágyunk ide, az elmúlt korba. Nem tudom, egy elemzésben szokása beszélni a lapalján lévő függelékről, de ezt most fontosnak tartom megemlíteni, legjobb, ha idézem. Kis egyes. Hála övezi a következő személyeket, Pejak tanárnőt, Samu tanárnőt, Németh László tanárurat és minden tanárunkat, akik nélkül a mű nem születetett volna meg. Kis kettes, a mű Horácius és Kovács Andrási ihletésű. Végül a nyolcadik verszak után egy voltát figyelhetünk meg. Erőteljes téma vagy hangnemváltás. Mint Pejak tanárnő voltája, állítsátok át az ajatokat a történelemre, ezt egy rövid összefoglalás követi. A mi esetünkben is egy allegórikus összegzés következik. Fonalak szövődtek közénk, és szőttek is össze minket, mint egy pókhálót, melynek mi vagyunk a sarokpontjai. Mindenki felé vezet egy szál. A szálak különböző vastagságúak, és különböző erővel szorítjuk őket. Ez a háló védelmet, otthont és lehetőségeket teremtett számunkra, csak úgy, mint a póknak. El fog szakadni néhol a szélben. A szálak összekuszálódnak, és más irányokba futnak majd, mint egykor. Ez így van jól, de emlékezzünk meg, de emlékezzünk örökké az eredeti alakjára, és becsüljük meg a legvastagabb szálakat. Én őrült vagyok, és képzeletemben, mint egy távoli hűtlen emlék, valami kósza üt dereng fel. Mit álmodhattam kisgyerekként? Aztán az úton, mere rendelt e már korán reménytelen lét, dicstelen éjködén veszett el a tudatos, bátor szövetség. Így őrzöm, olcsó gyűrűmül, örömöm minden kincseként e tűnt hűs fényt, mely fölém terül, mint koldus baldai negek, hasztalan kanyarához érve az útnak, ahol nem megyek. Régi hagyomány iskolánkban, hogy a ballagáson egy prohászka aranyérem és két prohászka ezüstérem gazdára talál. Az aranyérmet a tantestület döntése alapján az a diák kapja, aki 8 év alatt a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt érte el. A két ezüstérmet az osztálytanulóinak szavazatai alapján azok a diákok kapják, akik személyiségükkel, odaadásukkal a legtöbbet tették a közösség érdekében, tehát hogy az osztály igazán osztályközösségé váljon. Nagy szeretettel és nagy tisztelettel hoztam ezeket az érmeket. Sokatok megérdemelte volna, de egy aranyérmet tudunk kiosztani. Aki ezt ebben a tanévben megkapja, Tóth Boglárka.
Két ezüstérmet is kiosztunk. Az egyik Nagy Borbála, illetve nem utolsó sorban Tagserer Zsófi. Jó estét kívánok mindenkinek a 12. B osztály nevében. Nem könnyű a búcsúzás, és nem könnyű megfogalmazni, hogy mi mindent köszönünk, mi mindenre emlékezünk vissza szívesen. Gondolataink nagy részét jelenleg a hidegháború eseményei és a másodfokú egyenlet megoldó képlete tölti ki. Nagy kihívások előtt állunk, csak a célt látjuk magunk előtt. A sok feladat mellett sokszor elfelejtjük, mi mindent éltünk át együtt. Nehéz felfogni, hogy egy korszak lezárul, hogy elmegyünk. Most egy napra megpihenünk, teret adunk a búcsúzásnak, a visszatekintésnek, a köszönetnek. Az életnek vannak nagy pillanatai, mi is egy ilyenhez érkeztünk. Egyetlenhez, ami nem ismételhető meg. Diplománk, diplomaosztunk, lehet több is, reméljük legalább egy lesz. Gyermekünk is születhet több, de ballagásunk az csak egy van. Mikor ütödikben beültünk ide kisgyermekként, féltünk az ismeretlentől. A végzősökre felnőttként tekintettünk. Mi a bizonytalan kicsik, és ők a célba ért magabiztos nagyok. Célba ért nagyok? Ezek vagyunk most mi. Lélekben ugyanazok a kisgyermekek. Most ugyanilyen bizonytalannak érezzük magunkat. Nem célba érve, hanem valami teljesen újnak a kezdetén. Kedves tanáraink! Igen, tudjuk. Nem vagyunk könnyű csapat, de tessék bevallani, egy picit azért hiányozni fogunk. Köszönjük a mérhetetlen sok türelmet, a folyamatos odafigyelés, támogatást. Hálásak vagyunk, hogy olyan személyek kísértek minket végig, akiket őszintén tudunk tisztelni és követni. Köszönjük, hogy mindig bizalommal fordulhattunk Önökhöz, tudva, hogy kapunk segítséget, bármiről van szó. Köszönjük, hogy nem csak tanítottak bennünket, de neveltek is. Vajnoszki tanárnőnek és Pitter tanárúrnak hála azt is megtanulhattuk, hogy a csengő nem csak háttérzaj, és hogy a köpeny nem csak dísznek van. Bednárik tanárúrnak köszönhetően mélyen szívünkbe véstük a becsületesség erényét, mert ugye puskázni nem szép dolog. Sosem fogjuk elfelejteni a vidám programokat, eseménydús osztálykirándulásokat. Emlékeinkbe mélyen beleégett Bilik tanár úr magántánca és Rubovszki tanár úr csók királya. Kedves osztályfőnökeink! Hálásak vagyunk, hogy szívüket, lelküket beleadva, áldozatot nem sajnálva, önmagukat nem kímélve csordából nyájat faragtak. Köszönjük Fodor tanár úrnak, hogy apaként kísért minket 4+4 évig. Őszinte elismerésünk, hogy kifinomult zene ízlése ellenére képes volt szemet hunyni az egyre hangosabban szóló mulatósok felett. Nevetésével mindig képes volt mosolycsalni az arcunkra. Azt hiszem, sosem fogjuk elfelejteni, ahogy Baleg Andrea a tanárnő 9-ben haját tépve jött be osztályfőnöki órára. Ekkor még mi sem gondoltuk, hogy anyaként fogjuk tisztelni és szeretni. Hálásak vagyunk, hogy önmagát értünk feláldozva, mindig segítségünkre volt, folyamatos lelki támaszt nyújtva. Őszintén tudjuk ajánlani, ha jó pszichológust keresel. Kedves osztály! Tényleg nem volt könnyű az együtt töltött idő, de annál izgalmasabb. A magának hangot adó művész osztály. Mindenkinek megvan a maga véleménye, és abból bizony nem enged. Ezt a folyamatos összetűzések is megmutatják, vagy ne is említsem azt a bizonyos lovat, hogy 5. vagy 6. osztály. Osztályunk jelmondata lehetne, hogy mindent az utolsó pillanatban. Ezt nem csak a farsangi felkészülésben, de tanulás terén is nagyon komolyan betartottuk. 10. osztályig rendíthetetlenül vittük a legrosszabb osztályátlag aranyérmét. De utolsó 2 évre összeszedtük magunkat, és büszkén jelenthetem, hogy 4,53-as átlaggal zárjuk az évet. Felnőttünk. Egy picit talán meg is komolyodtunk. Összeértünk. Megtaláltuk magunkat, és megszerettük egymást. Felismertük, hogy nem csak önmagunknak nehéz, hanem társainknak is. És hogy minden sokkal könnyebb, ha segítjük és támogatjuk egymást a legnehezebb időkben is. Köszönjük az összetartó osztályközösségnek, hogy a hátsó ablak még becsüngő után is tárt karokkal várta az arra tévedő osztálytársakat.
Valamiben biztosan mi voltunk a legjobbak az évek során. A hiányzások számának sokasságát évről évre magasabb szintekre fejlesztettük, de persze utolsó évben megtanultuk, hogy egy igazolatlan óra nem csak hogy hármas magatartást von maga után, de Peter tanár úr szúrós tekintetét is. Mivel a felvidék legmagasabb csúcsának megmászása után bebizonyosodott, nincs olyan, hogy lehetetlen, olyan sincs, hogy egy igazolatlan órát ne lehetne jóvá tenni. Örök hála Hellner tanárnőnek. Engedjenek meg egy kis kitérőt. Hogy honnan tudhatod, hogy vendégek jönnek az iskolába? Hogy van kéztörlő, na meg WC-papír. És hogy miért lettek a neutronok? Mert Isten látta, hogy ez jó. Hogy melyik az egyetlen osztály, akit eltiltottak attól, hogy a karbantartókkal a műhelyben szalonnázzon? A 12B. Kedves Prohászka család, élvezzétek az itt töltött időtöket. Használjátok ki a rengeteg lehetőséget, ami az iskola nyújt. Legyetek hálások, hogy egy biztos, összetartó közösség áll mögöttetek. Egy igazi család. Isten áldjon meg mindenkit, köszönöm a figyelmet, további szép estét. Azt hiszem, inkább elhagyom a közhelyeket, és csak úgy köszönök most is, ha amúgy a folyosón találkoznánk. Hali, na mi van veled? Suli, család, gyerekek? Na jó, talán itt még nem tartunk. Bár azt a 8-10 pontot nem lenne rossz bezsebelni, ami az érettségi alatti terhességért jár a felvételin. Hajrá, fiúk! Na, azért ennyire nem szabad eltérni a témától, mondta Jámbor tanárnő. Szóval keveredjünk vissza arra a folyosóra. Idén talán már jóval kevesebbet találkoztunk, mivel megkaptátok a suli két legjobb termét. Mindkettő egy-egy eldugott kis zugban, és így készülhettetek az érettségire. Ez a jövő áll előttünk is. Na szép, itt hagytok minket erre az utolsó évre. Nekünk az első naptól kezdve ti voltatok a nagyobbak. Még így 11-ben is van kire felnézni. Példátok bennünk él. Ha másként nem is, de a tudat, hogyha nektek sikerül egy vizsga, most pedig az érettségi, akkor nekünk is fog. Akik esetleg mégsem érzik magukban az erőt, azok se csüggedjenek, majd velünk csinálhatják újra. Na jó, azért hiszem, hogy mindannyian megfelelően felkészültetek az évek során, vagy az elmúlt pár hétben. 8 hosszú év van mögöttetek. Mi is történt ez alatt? Megépült a tornacsarnok, kivilágosultak az alsós köpenyek, míg a végzősök teljes stílus fejlődésen mentek keresztül az iskolai egyenruha terén. Új teaház, kamerarendszer, büfé, zongora és még megannyi átalakulás a Prohászkában. 2012-ben mind meghaltunk a világ végén. De előtte meghallgathattuk PSI csodaszámát, a Gangnam Style-t. 2013-ban Dzsuzsák Balázs összetörte luxussportkocsiját az M3-as autópályán egy nagyobb eső után. 2016-ban a McDonald's Japánban kiadta a csokis sült krumplit, amiről azt mondják, hogy finomabb, mintha fagyiba mártogatnád. Ti pedig most itt álltok 2019-ben az élet előtt. És még 100 meg 100 hasonló random tény jön majd szembe veletek. Kevesebb iskola, több politika, meg éveken át tartó napi 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás. A végén nem maradhat ki egy jó kívánság, így az egész évfolyamom nevébe kívánok az élet legkisebb kis dolgaihoz is sok sikert. Maradjatok, gyerekek! Azt hiszem, megint elhagyom a közhelyeket, és csak úgy elköszönök. Ali! Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, itt a régió.
hatag, mint az odébb rúgott kő. Thank you.